Az IASZ-oknál a korcsoport nem számított, voltak gyerekek és idősek is egyaránt. A szabályokat úgy alakították ki, hogy egy adott csapatban legyenek fiatalok és idősebbek is. Így egy igazán érdekes versenyt láthattak az érdeklődők. Itt a tanulás és a gyakorlás mellett a barátkozás volt a fő cél. Akik ide jelentkeznek, mind amatőrök. Igazán a Vajdaságban az amatőr íjászat jóval-jóval erősebb, jóval terebélyesebb is, mint a profi. Tegyük hozzá, olcsóbb is. Mindenki jelentkezhet. Tehát, ahogy mi szoktuk mondani, 5-től 85. életévig bárki jöhet, nemtől, kortól függetlenül. A leglátványosabb versenyszám az agyaggalamblövészet volt. A versenyre mintegy 30 vadász jelentkezett, és többféle stílusban mérték össze tehetségüket. 26 korongra lövünk, és akkor 21 éve folyamatosan minden évben, májusban a falunap keretein belül szervezzük ezzel a versenyünket. Teljesen amatőr módon a környékbeli vadászok szoktak itt részt venni, és igen, hogy mondjam, versenyszerűen, vagy hogy mondjam, mindenki izgulva és hogy mondjam, szorongva lép ide a lőállásokba. Meg kell mondani, hogy hát nagyon jó lövő itt mindenki, de amikor versenyről van szó, akkor mindenkinek van egy kis izgalom, és akkor az eredmények majdnem, hogy mondjam, kicsikét gyöngébbek. De ez, hogy mondjam, amikor a vadászatról van szó, ez nem látszik. Bácskosútfalván a falunap keretében több sporteseményt is rendeztek. Az általános iskola udvarán focitornát szerveztek. Jelentkezni a Facebookon keresztül is privátilag lehetett jelentkezni. Az idén sajnos kevés csapat jött össze, mivel még tartanak a bajnokságok. És így a játékosoknak vannak meccsei, és így nem tudtak jelentkezni. Tudtak jelentkezni, de sajnos nem tudnak eljönni. A falunapi rendezvénysorozat a jövő hétvégén is folytatódik.